Szép napot kívánok! Balázs Ádám vagyok, a Debreceni Egyetem informatika karának végzős programtervező informatikus hallgatója. A következő videómban a Mobilemind nevű programomat szeretném röviden bemutatni. Mint ahogy a program neve is mutatja, ez egy mobiltelefonos alkalmazás, mely a készülék kameráját használja a környezet detektálására, valamint a Bluetooth modult a kommunikációra. Jelenleg a program Memo 5 platform alá, valamint asztali Linux alá érhető el, ám a későbbi tervek között szerepel a Symbianra való átírás is. A videóban szereplő felvételen a program egy Nokia N900-as telefonon fut. A program alapkoncepcióját egy a Debreceni Egyetemen futó LEGO Mindstorms NXT2 platformra építkező verseny szolgáltatta. A verseny lényege, hogy az istállók egy-egy szabványos LEGO Mindstorms készletből építenek versenyautókat, majd ezekre vezérlő szoftvereket írnak. A készautókat egy a verseny specifikációjának megfelelő pályán elindítva a leggyorsabb körteljesítő autó istállója a győztes. Az autók fejlesztése közben azonban kiderült, hogy a szabványos készlet által nyújtott szenzorok nem adnak kellő információt az autó felé a pályán való tájékozódáshoz. Ez adta az ötletet egy univerzálisan használható, Bluetooth-on kommunikáló képelemző szolgáltatás megvalósítására. A szoftver a pályát kijelölő szalag specifikumát használja az elemzés során. A szalag 250 mm-enként váltakozva piros és fehér sávokból áll. Mivel itthon nincs lehetőségem a pálya felállítására, ezért egy tesztkörnyezetet hoztam létre a program működésének szemléltetésére. A program indulását követően be kell állítanunk a pályát övező szalag színét. A beállítás után a kijelzőn láthatjuk az eredményt. Amennyiben a beállítás sikeres, a kamerát a pályát övező szalagra állítva a szoftver kiemeli a felismert színeket. Amennyiben nem kielégítő az eredmény, lehetőség van a szín pontosabb beállítására, vagy a szín összehasonlítási tűréshatár módosítására. Rossz konfiguráció esetén a szoftver nem képes maradéktalanul felismerni a sávokat, így a pontos beállítás jelentősen növeli az elemzés hatékonyságát. Éles tesztelés esetén Bluetooth-on csatlakozni kell a vezérelt robothoz, amely a csatlakozást követő minden értelmezett képkocka után megkapja a látott képből feldolgozott adatokat. A feldolgozásból származó adatok a képernyő jobb szélén láthatóak. Az objects érték mellett a program által érzékelt piros sávok száma szerepel. A turn 1-es érték a kanyarodás megkezdésének szükségességét jelöli, 0 esetén az egyenesben való továbbhaladást. A distance érték a szemközti fal távolságának közelítő értéke. A rotate a szemközti fal és a robot haladási egyenese között bezárt szöget jelenti. Az elemzés során a kamera által látott kép az előzőekben beállított színhez közeli pontjait egymáshoz való közelségük szerint csoportba rendeli. Ezek a csoportok alkotják egy-egy színes sáv digitális megfelelőit. Ezeken a csoportokon ezután egy Graham keresést hajt végre, amely meghatározza azt a legkisebb konvex sokszöget, amelybe az összes egy adott csoporthoz tartozó pont beleesik. A kapott sokszögek a színes sávok valós életbeli körvonalát közelítik. Ezeknek a sokszögeknek végül meghatározásra kerülnek a középpontjaik, melyekkel a szoftver a digitális térben egy-egy sávot reprezentál. Ezekből a sávreferencia pontokból már szögfüggvények segítségével meghatározható az autó haladási irányát leíró egyenes és a szemközti fal által bezárt szög. A szemközti falrész megállapítása a különböző, egy vonalban lévő sávok képzeletbeli összekötő egyenesei és a vízszintes közti legkisebb eltérés alapján történik. Végül lássuk a gyakorlatot. A Jávácska kupa Debreceni Egyetemi Nagydíjának 7. tesztelése.